Elnézést, hogy lemaradtam. Nem volt szándékomban. A naplómat szerettem volna folytatni, de sajnos szűrös volt minden. Nem tudtam. De most összegezném nektek mégis mik voltak, így szerintem megértitek, ha azt mondom, húzós volt a helyzet. Ettől a ponttól már nincs visszaút. Bűnöző lettem Los Santosba. Itt már nincsen helyes vagy helytelen tett, vagy hősként halsz meg, vagy addig élsz, míg magad is gonoszszá nem változol. Olyan szinten pénztelenség van a városban, muszáj volt megtennem azt, amit sohasem akartam. Fegyvert fogni másra. Az a kemény dolog. Sötétséget hozni oda, ahol eddig fény volt. Ez egy hosszú beszámoló lesz, öveket csatoljátok be, popcornt és üdítőt elő, lesz mit mutatnom a naplómból. Te vagy az Norbi. Aha. Ja, jó. Kéne dobni megint egy rablást. Pont ezt beszéltük a Zsoltival, hogy az a baj, hogy kurvára szeretnénk megszedni már végre magunkat, mert itt vagyunk egy ilyen, hát nem akarok hülyeséget mondani, egy 3-4 napja már, és ez volt az első, amiben volt valami. Jaj, és hát azért szeretnénk mi is fejlődni, mint autó, felszerelés, repú, meg minden egyéb, azért, hát, ja. Jajajaj, ez alap. Ferenc. Igen? Rabolj meg ki. Ugyanerről beszéltünk. Uh-huh. Az lesz, csak... Black Hole a faszban van. Jó étvágyat. Ő mondta, hogy egy 10 perc még kb. Szombat, itt az asztékosokat miért hívtad ide? Én. Ja. Biztos, hogy nem. Hát nekem az... Ott fenn mi a fasz van amúgy egyébként ott? Szerintem fegyver. Az úgy jó, finom. Egyszer sem vettem. Én is. Hallgatózunk már, menjünk már oda. Csak úgy... Nem, nézzé, baj lesz. De ott van egy olyan ember, aki velünk van a szürke. Ja, velünk van. Be. Kajak. Selfizget, meg ott van izé, Jason is. Na, én körbefutok. Ott van Jason. Egy kicsit. Így jó lesz. Szelfizgettek a... Selfie, jaja. Aha. Biztos, hogy rak egy mosolyra. Angiából utél. Rendben. Mi történt? A másik az egy VTR. Semmi. VTR. 095. Mi van? Mi történt, uram? Nem csináltam egy mondtad, hogy nem úgy AK-47-esekkel? Miről beszélsz te? Ami a házadban van tíz. Igen, az. Nekem kétszer mondom. Ja, ne ragudjon, uram. Menj innen elfelem, ez zavarsz. Szarba hozod, bazzek, szarba hozod! De ahogy is, nem célom. És azért már eladott tegnap is egy AK-t. Meg 8 shotit! Jó az. Hárman voltak összesen. Ja, meg azt hiszem gyilkolt is, nem? Csak egy kettő fiatalom, hogy irányokat és mindenkit állt. Késsel. Jajjá. Hát mi a kapunk egy hívás, hogy gyanús alakok vannak, akkor nekünk... Hát de mi gyanúsak vagyunk, uram. Hát de magukat átkizáltuk. Gyanús alakos Isten faszát már, hogy ilyen retardáltak itt az emberek, bazd meg. Mert mi történt? Most őszintén. Kaptak egy random hívást, hogy gyanús alakok vagyunk, és jöjjenek ki átmotozni. Mert túl jó képűek vagyunk, uraim. Uraim, nyomhatok önökkel egy selfit mindannyiukkal. Magukat kimotoztál? Nem, minket nem, de... Ja, hát akkor... Ilyen is van, bazd meg. Közelebbről ismerek. Várj, jövök vigyorogni. Várj egy percet. Érdekes. Fel a kezeket! Mindenki mondja... Cheese! Cheese! Oh, várjad. Cheese! Nem akart fordulni. Oké. Okay. Cheese! Cheese! Rendőrnek a jelvénye is legyen benne! Cheese! Biztos urak maguk is. Nem cheese! Nem engem ki, hanem aki ott áll a... Királyság! Majd küld át! Twitterre rak ki! Ki hívta? Olyan ember, jó, jó. Aki itt van? Nem, hát névtelen, aki üzenetet írja. Névtelen, jaj, de hogyha az OnDrive-omba itt a telefonon megtalálom. Ja, helyes, nyomjad. Annyi van köztük. Próbálom. Jön egy névtelen hívás. Na, mi van, Szebi?
Meg vagyok, el vagyok. Beárultam azokat a faszopokat, akik elárultak, mert bevittek az izébe. Susnyásba is meg akarták dugni a seggemet így korai órákban. Jóó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 ó
Ezért hívtál ide rendőröket, hogy elmond nekik, vagy valami történt? Fönn megvoltak, látom, hogy úgy csak akarom a rendőröket. Norbi, képzeld, egy névtelen bejelentés hívta ide a rendőröket. Képzeld el, mi meglepő. Névtelen? Névtelen bejelentés, ja. Azt a kurva eget. Azzal, hogy gyanús lakok vannak itt. Azt a kurva eget, Jézusom. Motozzon át, biztos úr. Tudod, mire gondolok. Ez kurva jó. De jó autó. Robbanna le. Uram! Elcsőn megyük, hogy a fékos vagy, te kurva. Markoljon, markoljon, harmadik lábamat, jól fogja meg. A fegyvert markolja meg, biztos úr. De jó forró! Fizetek egy ezrest én is, biztos úr. Jó kemény uram. A hátsó ülésen motozzon. Motozzon, biztos úr. Motozzon véresre, biztos úr. Ne, fogdosson véresre, nem? Virgácsa nyomja, uram. Mindenek az útra, mert itt eltaposol. De még gyanúsan vagyunk? Te, rendőr úr, ne röhögjön, mert akkor de tudjuk, hogy be akar szállni. De várjatok, tudod mi a baj az, hogy most hetszeljük és most az egészünket lekapcsolnak. De menjünk innen, mert hetszeljük őket és az egészünket lekapcsolnak, az a baj. De miért kapcsolnának le? Na jöhetnek szemből. Hát én is élvezném már végre, baszki, mert már hülyét kapok mindjárt. Szia nagyem! Na. Kicsit amúgy mehetsz előrébb azt, hogy belátok az alagútba, mert például szemből jönne, akár úgy is látna. Na így jó lesz. Szervusz, nagyem! Persze, úgyis máskor sem hozom majd. Ez a lényeg, hogy megállítsunk. Ne tudjon eljönni. Igen, ilyen most csak kérdője az, hogy izé bent van-e még a ember, vagy vannak-e benne egyáltalán. Biztos. Amik én is az 1000%-ra mondanám. Jó, itt jön egy bazd meg. Sziasztok! Szép jó napot! Szép jó napot kívánok, Hadi. Uraim! Makokéz, így a bokorban, mi jót alkott meg? Hát igazából semmi extrát, csak az ismerősömet várjuk, hogy onnan bentről jöjjön már végre ki. Ja, értem. Hát jó, akkor várakozzalak csak tovább. Na, igyekszünk várni, csak hát nem tudom, mikor fog majd jönni. Azt nem akarok üzemanyagot fogyasztani. Értem. Egyszer majd jönnek. Ja, biztos vagyok benne én is. A púzusom 8000-et ver, bazd meg. További jó munkát. Köszönjük szépen. Hello. Megvan a 3 túlsz, ránk várnak, gyere. Most írt a Black. Tudom, olvastam én is. Azért most egy, opá, egy nagyon picit megmorozult bennem az ütő. Én ezért, hát én már elő akart venni a stokit. Itt van a kocsi? Az enyém nincs. Norbi? Itt van. 11-es boltnak találkozunk, kéne, közben elmegyek majd tankolni. Jó van. Zsolti, megnézem a izénét, vagy megnézzük a rendőrségen? A lerakottaknál? Mit? A Verdádat. Szerintem a Húzolárosnál van amúgy. Megnézzük? Az nem fontos, nekem nem kell. Jó, oké. Nem, csak azért akartam, hogy én hozzam a Verdámat, mert ez gyors. És mivel vágon, autóval fogunk gyakorolni. Jaj, kell az enyém. Jó, akkor nem. Ó, anyám, bazd meg. Mit mutatsz be, kis göcsök? Jaj, fuck off az egész várostak, bassza meg, ja? Mondjuk most már remélem, hogy ebből valamit kapok, mert az előzőből se kaptam semmit. Ilyenkor nem osztjuk szét egyből, hanem be van téve egy közös kasszába, és ha elér egy nagyobb összeget, akkor. Ah. Ja, mondjuk ezt nem tudtam.
Most tart a kassza valami 30 valány ezerrel. Nem, 50 közelében van már. Az előző rablással mondta, hogy 50-hez áll, lassan közelítünk. Remélem, hogy ebből most már jó lesz, mert a túlszakért is jól lenne kapni pluszba, mert... Hát na. Hát igen. Neked amúgy no offense, mennyi izéd van Dellád, amit itt tudtál szerválni eddig a, akár a szürkéből, vagy ebből a mafiózó életmódból? Minusz. Jaj. Amúgy jó, ugyanez nekem is. Ameddig illegálisan élte, addig jobban éltél, mi? Hát konkrétan, mondjuk... Azért az az érték, ami bent van a leltáramban. Bent, vagy a fiókolomban. Ja, igen. Ez azért ennyire is érvényes. Akár két kis pisztoly igazat ár nélkül. Mondjuk tárat kéne hozzá hegeszteni, nem? Hmm. Úgy azért jobb lenne. Mert én amúgy szeretnék... Hű. Opa, na, szóval... Ez nem olyan nagy pofon még. Szeretnék majd amúgy izét legalább egy tárat a pisztolyhoz, mert azt nem veszik észre, hogyha nem veszem elő. Az AK az pedig eléggé para. Para, de... Ha meg előveszed, akkor meg... Akkor meg sikítoznak, hogy jó, persze. Na jó van, akkor beállok ide. Na, ebbe az utcába. Jó. Ne? Hát ide akartam. Így jó. Azért ide akartam, mert nem akarok én izét. Mi van? Rendőrség. Még akkor menjek a CIA-val? Skacok, várjatok. N és Z megy az Eclipse-el. Igen. A kockás, az S, meg az egyik túsz, meg én megyünk a Touareggel. Igen. A világítós ruhás, a fekete sapkás, meg a fehér pulcs is, plusz egy túsz megy a CLA-val. De igen, én vagyok a fekete sapkás, és én vagyok S. Akkor ő... Akkor... Én vagyok N, te vagy S. Várja, most ki az N? Koponya van. Igen? Ki a hülye, N vagy S? Jó, te vagy a... Akkor... Ez a második rablás most ma. Az S akkor velünk jön. És utána ógyátok meg, igen. Akkor én megyek a CLA-val. Igen. A világítóssal. Akkor bocs, összekevártam, jó. Jó. Csak ezért nem értettem, mi van. Jó. Na. Na, csak összehoz. Mennyi idő még, ameddig tudunk rabolni? És hogyha valakit elkapnának esetleg, amúgy a külvárosba itt jobbra megyünk ki majd az autópályán egyenesen. Megyünk. A terv az lenne, hogy átöltöznénk minél előbb és leváltjuk a kocsit. De valakinek ez nem probléma, vele, valakinek igen. Átöltözünk, mindenféleképpen öltözünk át, és utólag megyünk el motel. Oké. Ez full tiszta sor. Nem biztos. Kicsikét maszerás, mert ez egy kocsim van a céljele. Nekem is amúgy, de majd kiszedjük akkor izéből lefoglaltabb vagy valami. Viszont srácok, valakinek kell kaja? Tudom. Körülbelül meg 10 percig. Tudom. Sziasztok. Hello. Kíváncsi vagyok, mi lesz abban. Jó, beszartatok. Szerintem ez várható. De... Persze. Ez kurvára illem. Nem jó. Bementem, megszagoltam őket. Jó büdösek voltak. Szarszaguk volt. Biztos beszartak. Azért mondom, jaj. Akkor nagyjából egy olyan 8 kötőjel 10 perc? Igen, körülbelül. Oké. Gyere Zsé, addig bekúrunk itt egy pár ekes sör. Bezártam őket. Igen? Ja, nem tudnak kijönni, jajjel. A kocsi nyitva van, vagy zárva van? Az enyém zárva, de azt majd falzsebben nyitom. Nyisd ki, mert lehet aztán befagy a zár. Befagy a zár. Síri csönd. Annyit mondj, hogy a kocsiknak valami bajuk lesz, akkor túszok halnak. Jaj. A túsz beszélünk, az rutinos? Micsoda? Aki a túszokkal fog beszélni. Igen, mindig. Hello el. Fórum! Oké. S fej, seg fej. Bocsát, azt nem hagyottam ki.
Jó, ki ez a fáradt? Ki ez a fáradt? Ura szar volt, na jó, ezen a fáradt. Na hát! Belealudj, bassz meg. Hát mindjárt beszélned kell. Itt látok a vitrínben basszus egy kávét. Kértek egyet? Ja, én is megittem egy korona sörtomnak. Ah, helyes. Ó, jaj, ne, biztos úr, kérem, ne! Ne! Valakezekkel? Ne bántson! Gyerekeim vannak, meg két macskám. Meg egy egerem is. Pakolja ki a zsebét, most, hopp. Kipakolom. Túlerőben vagyok. Mit pakolsz? A zsebeimet ki. Bazd meg magamra, bont... Köszi Zsolti. Srácok, mindjárt 800-an vagyunk? Hallod? Úristen! Úristen! Micsoda? 800 fucking néz, úristen, srácok! Az nagyon morbid, nagyon morbid. Srácok, kezdjétek el a spammelnet chatre az, hogy... meg lesz! Vagy ott a lóvé... Tudjátok mit? Mivel... csak hogy legyünk egy kicsit babonásak. Van az emótok között, aki nem, nincs feliratkozva, srácok, itt most ez kicsit kérdőjel nektek, mindegy, váltsátok ki ezt a dollárjeles izét, ezt a farkast, ami így nyalogatja izét a dollárt. Spameljétek szét a csetet. Hagyj legyen a dollármillió most a csetünk. Hagyj legyen dollármillió most a cset. Spameljétek szét, skacok. Adjatok neki. Megjelent, meghozok kávét. Valami. Ja, nem baj az, hogyha Sassi. Van egy izé, mindent látószem. Srácok, én iszok egy kávét innen a szekrényből. Jó, nyugodtan. Csak kinyitom. Na, B, mennyi idő van még? Mi van a kakassal? Mondjad. Ja, azt láttam. Igen, ez egy easter egg amúgy így a világunkba. Gondolom én. Akkor megtaláltam. És fölötted a hölgy, aki issza a sört úgy, hogy félig le van dugva a torkán? Vagy mondjuk a Pride feliratú rekeszes sör sem. Várjál már! Ezt most dolgoztam föl, hogy konkrétan letorkozz. Uh-huh. Ezt is láttam! Szívem! Várjál, fölhívom az asszonyt, így, ja, várjál, felhívom az asszonyt, várjál. Gyöntjük, marmzagom! Á, nem veszi föl, bazd meg, nem veszi föl. De ez kajra, bazd meg, hallod? Ort Jordániázza, bazd meg az üveget. Anyám! Ezt nem is láttam, hogy ilyet lehet látni ebben a... mit mondtál, hol van még valami hülyen iratú Pride-os cuccos? Itt, rá melyik a miros, Pride? Vagy Pride. De melyik? Mögött. Ja, látom. Tényleg itt van. Az kemény. Gyerekek, 800 néző van, ezt jól látom. 800 fucking néző! Ez a 800 nézős üzé, zeném. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119, 119, 119, 119, 119, nem is ismerek 300 számot. Nem is kell azzal foglalkozni. De nem tudod lelőni. Már jönnek is! Itt vannak! Jött az itt vannak, itt vannak. Hallod, B. Elfogó vadász van itt, úgyhogy megszívtuk. De 3 másodpercet hogy értek ide? Itt voltak a kocsi percet lehet itt fogunk pont meghalni. 3 másodperc alatt itt miért? Ez gyors kocsi, bazd meg. Nem baj. Bármi lehet. Kilőjük a kerekét és kész. Nem kell. Már még száraz kenyerem, meg kubom. Valaki szólítsa már meg, mert süketni. B. Igen? Hallod? Igen. B. Itt van az elfogó vadász, szóval ezt beszívtuk. De milyen elfogó vadász? Hát van túszunk. Hát ez Maserati, bazd meg. Van túszunk. Nem baj. Hát az, egy kerék, sodas cső, meg van oldva. Ó, bazd meg. Addig ne lőjetek, amíg ők se lőnek amúgy. Itt futkosnak a bolt előtt, innen látom. Nem baj. Hamis Twitterre válaszolok én. Nem tudom. Amúgy no offense, nem vihetik el előlünk az autóinkat?
Hát megmondom, hogyha elvitték, akkor lelövöm az egyik túlzt. Hallod, adjuk már fel magunkat, azt menjünk már békével. Te hülye vagy? Meg is érni. Hülye vagy, rálépik a tököddre? Vagy mondjuk azt, hogy maszkot húztak a fejünkre és fegyvert adtak nekünk. Amúgy az egy jó taktika. Ja. És ők a rabla, hát ők a rablók. Hát oda kell, már mennek békébe. 500 méteres közben. Hallod? Hú, basz meg! Ez jó, ez lett, ez a 11-es volt. Ez a 11-es. Aha, igen. Ezt hívtuk. Én írok, hagyja. Írjál, írjál. Jó. Mondjuk én ilyenkor feltett kézzel kimennék egyedül, közölném, hogy igen, van. Ne, 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 egyből lelőnek, az a baj. Igen? Hát akkor mi is lövünk. De ahogy megtudják, hogy van túlszunk, nem lőhetnek, nem? Jaj, nem. Persze, hogy nem. Innentől nem. És addig ők se, mi se lőhetünk, ha ők se lőttek. Mi csak válaszüzözés. Ilyenkor bánom, baszki, hogy a Skyline-om nincs itt. Na, akkor minnyi jön? Megmutatom a túlsztárgyalót? Szerintem kéne, igen. Aha. Csak mondd neki előtte mindenképpen, jó? És hívd oda a jobb oldalra, ahol vagy. Nem olyan túlsztárgyaló, csak S betű beszél. Jó. Ne, nyugi, megmutatom én, hagyjátok. Mutatom. Jó, az elikor nekem van egy akciókamerám, bazzeg, a fejemen van. Hát ki kéne, ja. Azért mondom. Engedni? De ha kell, megmutatom ott a sarokban. Ne, én azért gondoltam, hogy oda jobb oldalra kéne, jön, ahol ültél. Jön. Aha, jó, oké. Kus mindenki, figyeljetek csak oda. Jöjjön, jöjjön. Jöjjön be. Mi, mit csinál? Gyere be. Jó napot. Szépen napot. Napot. Na, van túsz. Hány túsz van? Három. Láthatom őket? Hát... Csak akkor, hogyha megmotozhatom. Forduljon meg! Szia, harcos! B. Ha. Kinézek, megnézem, hogy hányan vannak? Na. Majd meghalsz innen. Nem menj ki, csak túszokkal megyünk. Csak túszokkal megyünk innentől. Jó. Olyan nincs kötszered? Van adok. A jobb hátul a zsebemben. És miért hozta be? Hm? Hát nem raktam ki. Nem volt nálam fegyver, fel van tartva a kezem. De arról volt szó, hogy nem hoznak be fegyvert. Legalább négy rendőrt láttam. Pedig annak minősítető. Csinál, mint mondott. Átadom akkor. Hogy ezért most meghalhat az egyik túl? Srácok, legalább négy autót láttam. És itt van a sebület. Négy renderautót láttam, srácok. Túlszokkal megyünk csak ki innen. Túlszunk van, vagy túlszunk van, nem lőhetnek. Jó, ne, én az ajtónál majdnem, hogy kinéztem, és négy autót láttam, és szöges drótok vannak mindenhol, jó? Csak mondom. Jó. Ha jobbra fölmegyünk, ott pont előttem helyezték le. Kérnénk 5000-re. Aha. Megoldható? Várján, hallgatom, mit van. A másik túszért kérnék, hogy felvegyék az utat, és a harmadik túszért pedig szabad utat, viszont a harmadik túszért elrakjuk az egyik üzletnél, most nem mondok számot nyilván, és a túsznak megmondjuk, hogy írjon egy üzenetet a rendőrségnek, hogy hol található, ha ez így megoldható. Kimegyek, megfeszélem a többiekkel. Ne, 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 rádió.
Na, mi volt el? Három túsz van, az egyikért kérnek 5000-et, a másikért szabad utat, a harmadik éppen pedig, hogy szedjük fel a szöges drótokat, meg stb. De a harmadik túszt azt magukkal viszik, és egy másik boltnál rakják ki. Vagy benzint is, tök mindegy. Jaj! Köszönöm szépen a 4 hónapot! Sikeres rablást! Köszönöm szépen! Nem mondják meg. Nem tudom én szóval, de elvileg a túsz fog érni. Köszönöm szépen! Kirakták-e vagy nem? Igen, ebben 100%-ban biztos vagyok, hogy írni fog. És nem esik semmi bántódás, hogyha maguk sem trükköznek. Illetve szóljon a rádión, hogyha valamelyik kocsit beindítják vagy megmozdítják, akkor meghal az egész túsz. Kocsikat sem lehet beindítani, stb. Jó, most már jöhet megnézni a túszt, jöjjön. Menjél fel a kabát. Ki kéne nézni. Már kinéztem Zsoltitok mindent. De még ki is ment el? Jobbra és balra elnéztem, jobbra állt kettő autó, balra két autó. De ki ment el? Nem mentem ki. És jobb oldalra van szöges drót. Nem csak két autó jön. Hát ez meg nem lett senki, nem baj. Négy autót láttam. Hát... rendben. Nyújtom, hogy csak kettő jelent ki egy boltrabláshoz, de... Igen, akkor nem tudom... biztos, hogy van. Aha, azért mondom. És mi lenne akkor, hogyha maga benn maradna, és az ajtóig ide jönne az egyik rendőr, és beadná magának? Kérdezzük már meg, hogy hány autóval jöttek. Hány autóval jöttek egyébként? Tudtam a hárommal. Igen, hármat látok én is. Akkor jó, akkor lehet, oké. Okay. Mi volt? Vadász? Van. Mi számít elfogó vadász? Maserati. Megnézem. Segítek, van? Van, igen. Na bazd meg. Hát ez kurva jó. De van túlszunk, baszke. Igen, tudom, ezért nem lőhetnek ránk. Ajajajajaj. Na jó, akkor szóljon az egyik rendőrnek, hogy menjen el 5000-ért. Aztán idehozza az ajtóhoz, megengedjük, hogy bejöjjön az is. Hogyha valami trükközik, akkor lelőj. Beszólok rádiónak. Jó, 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 jó. Kellene akkor az 5000 dollár. Remélem saját zsebből álljátok. Nyilván. A mi adófizetőnk, igen, tisztességes, becsületes dolgozók adófizető. Ja, épp most is mi is dolgozunk éppen, igen, ezért is adózunk, hogy mert maga szerint ezt nem fogjuk leadózni? Már megbocsássad, amikor veszem az üzemanyagot, azon nincs adó? Amikor veszem a kenyeret, nincs adó? Dehogy nem? Meg a trafiboxból, abból fizetjük. Az biztos, ziher, na, most kaptam hát egy jó párat. Mindig betartjuk a sebességhatárokat. Hát az te vagy. Akkor szó szerint vissza fogjuk kapni az elvett pénzünket. Na király. A boltban nincs ATM. Ezért mondtuk, hogy hozzák ide. Kedvesek leszünk, jó? Következőben, hogyha ennyit úszunk lesz és kérjük a pénzt, akkor Twitterre kiírjuk, hogy hát jól lenne pénzt is hozni. Így előre. Lehet az ideig csak sört akarunk. Igen, igen, igen. Uram, lehet nekem is egy kérdésem? Persze. Hány járóra jött ide most ki? 3 egység. Papírról 6 ember jöhet ki. Hát igen. Bózasztó. Hányan lehetnek vajon? Bózasztó módon beléd vernék. 6 ember jöhet ki. Alapból amúgy 5 plusz 1 ember jöhet ide. Jajajajaja, azt hiszem 5 plusz 1, nem? Egy a túl szárgyal. Ajajaj. Izgul a baszki. Fent van 2, fent van a Gregory, azt hiszem. Mi? Kicsoda? Nem Gregorynak hívják? Kicsoda? Rendben. Szerintem Gregory, a civil ruhás, az elfogóval. Az elfogó mellett van egy... kukás ruhás. Biztos. Itt látom, itt néz. Ja. Na jó. Uram. Akkor hozzák a pénzt. Már úton van. Uram, szóljon be rádión, hogy kimegyek, körülnézek, de nem lőhetnek, jó? Ahogy lelőnek, maga fog meghalni. Ne, viszont... ne, figyelj, ne, ne menj ki, tudod miért? Azért, mert köcsögök és sokkolóval fognak, és azt nem halljuk, és akkor megszívtuk nagyon. Csak idáig csak az ajtó elé. Kimenni. Viszont emeld fel a kezed, jó? Hogy nehogy így érzik azt, hogy támadsz. Úgyse fognak lőni, ha
amíg itt van a túl. Szóljon ki a rádión, ezt kértem. Ne, szóljál ki. Egy rabló ki fog menni és szét szeretne nézni előjékre. Zsolti, kezeket fel! Kimondtam a nevét. Szöges drót van lehelyezve? Az van, van. Hát azt akkor távol. Akkor azt vegyék fel nagyon gyorsan. Gyere vissza, gyere vissza. Elfogónál kettő vannak. Elfogónál vannak ketten. Az útzárakat felszedték? Megjött a pénz, kimegyek érte. Nem mész ki érte, jön valaki be. Hozzák be. Azt mondják, hogy hozzák be a pénzt. Feltartott kézzel. Nem érdekel, hogy most van-e fegyver nála, mert túl erőben vagyunk amúgy is. Szóval. Szóval van egy kukás ruhás fent az elfogónál, illetve Gregory. De az amúgy rendőr, vagy mi a fasz? Az rendőr, igen. Csak... van lehet egy másik rendőrautó. Kadét, igen. Nem lehet nála fegyver, én úgy tudom. De az az izé, az a megkülönböztető mellény, vagy mi a fasz, igen, nem igen. Kukás ruha baszod. Hú, az fájt! Nem tudom. Volt egy nagy... Én voltam. Annyit lehet kérni Zalikor, sajnos. No. Hol a pénz? Hozzák a pénzt. Ah, már jön. Jó, itt van, látom. Jöjjön. Szép napot. Szép jó napot. Én vagyok. Ó, azt akkor azt az 5000-et azt kérnénk. Kollégámnak adjam át, vagy maguknak? Hát nekem. Viszont kollégájának a túsztárgyalónak mondanám. Egyezzünk meg abban, hogy mivel a pénzt ideadták, ezért a túszt az egyiket kiváltották. Ez a túsz az itt maradt a boltba, viszont akkor kettő jön velünk, hogyha így megoldható. De az egyikért kértek szabad utat. Ja, igen, igaz. Megkértek az itt, hogy ne legyen utcán, stb. Azt majd a végén adjuk le. A szabad utas az velünk jön, az egy, köszöntem. Az velünk jön. Tudom, köszönöm. Velünk jön az, amely a szabad utas. Engedjenek el még egy túszt, és akkor felveszük az utcárat. Hát kettő túsz megy önökkel, nem, kettő túsz itt marad a benne a boltba, és akkor egyel mi elmegyünk. Jó? De várjanak uraim, most jól hallom, jól értelmeztem, hogy nem szedték föl az úszárakat? Azt mondta, hogy elengedjük az egyik túsz, felszedik no, az úszárakat. Azért most nem ez... szedték föl? Nem tudom még, hogy felszedték, a kollégák, én itt voltam be. Igen, fel vannak szedve, amikor a túsztárgyaló bejött és kérték. Mi felszedték? De várjon, tudja jó, hogy az egyik túsz az jön velünk, és hogyha... valami útzárat látunk, vagy ilyesmi, akkor azt lelőjük. Úgy volt, hogy három túszok volt. Igen, abban három. Egyet kértek váltságdíjat. A másikért kértek egy szabad utat, a harmadikért pedig az útzárakat, ha jól tudom. Igen, ezért igen. Kettő megy magukkal. A harmadik az viszont jön velünk, és azt az egyik boltnál kitesszük, és küld maguknak egy koordinátát. Nekem muszáj most kusba maradnom. Na. Is a forgatókönyv. Akkor tiszta sor, igen, akkor tiszta sor. Lesz lent útzárakosan, és meg fog halni. Igen. Meg lehet önök is. Igen, meg valószínűleg önök is. Na, fovágó kollega, jöjjön. Jó, akkor a túsztárgyalónak mondom, fovágó. Kérdezze meg, hogy fel vannak-e szedve. Hol a faszban? Az útzárak fel vannak szedve. Hol a fovágó? Fel vannak. Igen, jó. Ja, hogy jó, akkor kettő kimehet önökkel. Menjünk mi is velük. Velük menjünk ki a kocsikhoz. De várjál, nem lesz jó. Kettő kimegy innen a faszba. A harmadik az viszont bennmarad, mert azt vigyük el, ugye? Mert hogyha mind a három kimegy, és mind a három fel elkezd szaladni, akkor ott nekünk vége. Érted? Szóval kettő most innen kimegy. Hozom a követ. Kettő most kimegy, beülnek a rendőrautóba, gondolom úgyis ki fogják hallgatni őket, hogy mit lát. Azt kb. Egy perc múlva indulunk mi is. A másik... Elérhet, itt vagy? És mennek együtt a rendőrök is, és nem is láttuk egymást. És amúgy nem hallottak és nem láttak semmit, mert mindenkinek be volt mindenek kötözzön meg. Tömös szóval. Jó, a kettő túszat kimehet. Oké, nem jöjjenek velem. De vigyázzon, hát a rendőr, vagy nem fognak rálőni? Jó, nem szóltam. Kiengedtek két túszt, még egy túsz van itt bent, ő el fog menni a rablókkal együtt, és majd elengedik. Igen, milyen csúnya szó az a rabló.
Nem rabló, adófizető, hivatalos. Ebben biztos lehet, hogy el fogjuk engedni őt. Gyere. Na jó, jön a rendőr is velünk a kocsikig. Aztán elmegyünk a kocsival, és útközben megegyezzük, hogy melyiknél tesszük ki, melyik boltnál, vagy bárminél kitesszük, és akkor elmondanám a túsznak, hogy ahol ki leszel téve, oda hív ki a rendőröket majd, jó? Jó. Telefonod ott van nálad? Vagy adjak egy ilyen... Jó, adok egy ilyen kamu mobilt, várja. Add oda neki ezt a tamagocsisat. Na, mi ilyen rúzsaszín. Te iPhone-odat. Ilyen iPhone vagy rakás szar. Tudjuk. Csak és kizárólag a izé, Nokia. Connect people. Régi gombos. 3310, úristen. Neki basztám a rendőr fején, én beszakadnak. Lehet még egy kérdésem a rendőrnek, B? Igen. Kérem, hogy kapcsolják fel a villogókat és úgy hagyják el a helyszínt, de hogy halljuk, hogy elég messze vannak-e. Ez jó ötlet volt. Nagyon szépen köszönöm. Így csúnyogjon. Ne, várjon. Maradjon itt mindenki. Mindenki maradjon itt. Azért, mert hogyha elmennek, akkor lehet, hogy üldözni fognak minket. Na mindegy. Itt marad az egész rendőr. Itt marad az egész rendőr. 5-6 percen belül küldi a túsz a koordinátát, hogyha megfelel. Hogyha bárkit észreveszünk, hogy követnek. De a villogók meg a hang az legyen, hogy halljuk. Akkor arra. Jó. Na húzzuk az időt, menjünk. Na, mehetünk. A túsz menjen előre. Túsz. Gyere. Előre mész. Gyere. Ki fog vezetni? Melyikbe ül be? B fog vezetni. Oké. Okay. Állat beszélve új, meg. Rendőr uram, nyugi, senkinek nem lesz bántódása. Ide, a Tuaregbe. A túsz ide. Várjál, de én is a Tuaregbe kérem. Hát igen. Gyere. Tuaregbe, gyorsan. Túsz. Gyere, légy. Siess már. Vezetsz? Aha. 10 perc, 5-6 perc, küldjük. Követnek. Hát ezt gondoltam. Bocs, én voltam. Bazd meg. Ezt le kell lőni, Zsolti. Jön utánunk az elfogó. Csak sergenom van. Bazd meg! Neki is. Szálljunk ki. Nekünk reszeltek, bazd meg. Lőjünk! Lőjünk, Zsolti? Nem, mert ők se lőhetnek. Azért nem mertem lőni, én se, baszki. Nem baj, legalább ők kiutottak, mi meg szarba vagyunk. Uraim, hallanak? Üvölts fel, üvölts. Üvöltök, de... Ó, Istenem! Fedez, Norbi, jó, fedez. Oké, okay, oké. Okay. Nem néz ki, csak fedez. Nem nézek ki, fedezlek. Itt vannak, közel vannak. Elhúzottunk fedezékbe, viszont egyetlen egy ajtó van kifele, és azt nézik. Hát, behúzottunk fedezékbe, 4 rendőr tart ránk fegyvert, egyetlen ajtó van, amin ki tudunk menni, és amin be tudnak jönni. Nem lehetne valamit csinálni? Jó. Itt vannak nagyon közel, és még jönnek. Nem baj, kiabálj rájuk akkor. Uraim! Álljanak Uraim! Meg, álljanak meg, vagy a túsz meghal! Álljanak meg, vagy a túsz meghal! Balra orientálódnak. Nagyon közel vannak, egy rögtön szembe, uraim, egy meg balra. Uraim, közelebb jönnek, a túsz meghal, ezt most mondom, a túsz meg fog halni. Itt van egy előttünk, látom a lábát. Én látom a lyukot. Én meg balkadtam. Adját a kollégáinak, ha közelebb jön, a túsz meghal.
Uram, hallja, amit mondok? Hallom. Rendben, akkor adj át rádión szépen. Engedjék el a tubt, és akkor elmehetnek innen. Ez nem ilyen egyszerű. Hülyék mi se vagyunk. Itt látom a kis lyukon, hogy négy ember szegezi ide a fegyverét. Több rendőr van már itt, most ott az autó, ha ottad. Mondja. Nem szeretnénk, köszönjük. Teljes mértékben biztonságban érezzük. Tessék? Nem hallottam egy szót se. Jöjjenek ki, adják meg magunkat. Dehogy adjuk magunkat, nálunk van a túsz. Rendben, és nálunk van a túsz, egyetlen egy ajtón tudnak bejönni. Ahogy belépnek, szétlőjük őket nagy kaliberrel. De hát gondolj, ügynök. Próbálja ki, uram, nyugodtan jöjjön be. Megnézheti a fegyvert, hogy néz ki. Mi ez a lövöldözés? Nem tudom. Ez mi a szar volt? Norvi nincs fölött. Valakit itt hallok, de... Gyertek! 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 Itt van mögött, itt a falnál, itt van. Baszd meg, az mi volt? Megöltem, bazd meg. Segítség! Menjünk már, Geci, menjünk! Segíts! Isten faszám, mit csináltok? Menj! Nincs lőszer. Itt az elfogó varázs mögöttünk. Menjél! Nincs lőszer. Hát, bazd meg, miért nem jöttetek korábban? Faszom. Nincs lőszerem. Faszom. Jó, megállunk és alkával kidaráljuk őket. De nincs lőszer! Nem baj, nálam, hogy egész tárva, nyugalom. Ne, menjél, megállt az elfogó, megállt, menjél. Egyetlen emberünk elhullott? Silence. Bazd meg a Bazd meg! Nála volt a pénz, ugye? Nem? Nem, nálam van. Menj itt valahogy. Menj le. Na, következő. Jön! Akkor vagy nem? Nem. Nem jön. Ó, bazd meg. Én nem látom. Nálam nincs tuki, vezetek én akkor, úgyis nálatok van. Most már mindegy, haladjunk. Tár nincs senkinél, aki tud adni kölcsön. Nincs. Mike, azért már nem mozgat, már nem működött a fegyver. Nem működött az autó annyira, hogy a kettővel ment. Faszomat azt. De miért menekültetek egy olyan itt helyre, ahol nem tudtok kijönni? Itt majd menjünk el a ruhabolt. Hát azért meg kilőttek minket autóból. Kilőttek. Rommá volt halva a Verda. Bejelöltek egy publikot. Publik? A messzebbik publikot, nem ami a városban van. Oké, ez gyors volt. Megöltem három zsarút, nem érdekel. Én is egy-kettőt. Megyünk, odaadom a kis pisztolyomat. Jönnek, jönni fognak, hallom szerintem, hogy jönnek. Nem, de visszamegyünk Silence-re, Silence-et nem hagyjuk ott. De jó, már lelőtték. Nem, majd megoldjuk. De nem, majd hívunk mentőt. Majd megmentik. Jó, akkor még van kb. 9 percünk, srácok. Vagy 8. Csak lecseréljük a kocsit. Lecseréljük az autót, jó. Átöltözünk. És nem öltözünk át, visszamegyünk ugyanebbe a ruhába. De nincsen lőszerem, nem már. Tök mindegy, odaadom a fegyveret. Vezetsz, kész. Itt menje barasz, fölveszem a tárat, mindegy. De bazd meg, nincs időnk. Ja, jó. Három embernél van fegyver. Soti, AK, kispisztoly, minden szar van nálunk, nyugi. Én kiszállok, és darálok. Hány rendőr halt meg? 4? 3. Én 3-at szedtem ki. Én is egyet szintem kiszedtem. Csak az a baj, ez a szar kispisztoly nem hajtotta a mellényükre. Norbi, de téged, vagy titeket kezdtek el öldözni? Igen. Igen, és kilökött minket a... kiforgatta a hátuljunkat, hogy belebaszódtunk a falba. Egy, és igazából... És bemenekültünk abba a lyukba, se kisebe. Viszont kiabáltam a rendőröknek, hogyha nem engednek el minket, akkor lelőjük a túszt. Hát nem engedtek el minket. Jó, én azért mondtam, hogy nem hagyunk szarba titeket, jövünk. Hát sikerült, ja, majdnem. Á, csak azt most, hitték, hogy nálatok van a túsz. Csak most nem volt nálunk a túsz, de hát a telefon nálunk volt. Tudom. Tényleg, hol a túsz? Jó, azt kiraktuk már a benzinkútnál. Mi nagyon hamar lezavartuk. Nem kellett volna kirakni. Csak az a baj, hogy... Miért? Hát mert meg kellett volna várni, hogy mindenki el tudottam menni tisztán. Úgy mentünk oda, értetek. Na mindegy. Gyors, kiveszek egy másik. Hozd ki. És te vezetsz majd. Hozd meg. Fut össze-vissza. Hozzatok kocsit. Nem teszed el az autót? Jó van. Nem. Az enyém. Nem tudom. Nekem nincs kulcsom a garázshoz, csak mi van? Ja. Gyerünk. Én leszek a sofőr,
Annyi, hogy mivel te vagy a sofőr, balra forolj ki. Igen, igen, balra. Igen. Jobbra. Ja, igen, balra, bocsánat, igen. Emlékeztek, hol volt az a hely? Persze. Lepöttyölöd? Valaki bejelölni? Ott van. Jó, megyek. Nem kérdezünk, nem gondolkodunk, lövünk. Csak lövünk, jó. Ha úgy adódik, hogy már lőnek ránk meg mindenféle egyéb, akkor autóval próbálom úgy helyezkedni, hogy nekünk fedezékbe legyen mindenképpen, jó? De nekünk ki kell szállni, mert minden nyújtok, csak nem tud kilőni kocsiból, mert túl nagy ugyebár mindegyik fegyó, és nem fér ki az ablakon, ezzel minden nyújtoknak ki kell szállni, az a probléma. Jó, kivéve akinek pisztolya van. Nem baj. Mindenkit lövünk, kivéve a mentős. A mentős azt remélem meg tudja menteni Silence-ot. Megoldjuk. Vagy mindannyian megdöglünk, most a szarul hangzik, vagy jön. Ez van. Paszki, de izgulok. Hát úgy most... Nem vagyunk profitban, mert pont a főnök halt meg. Vagy megsebesült. Elájult legalábbis, a földön feküdt. Hello, Kira. Nem baj, szerintem úgy azért nem jött utánunk az elfogó, mert szerintem többet ér az a három. Földön feküdt emberke. De ott már csak egy-két ember maradt max. Jó, de azok vissza fognak menni, mert ez az egyetlen egy nyomuk van, ami van. Jó, megállok és egyből kiszállok és balra fogom kicsapni a kocsit. Jó. Akinél nincsen fegyver, az meneküljön valahol. Zsolti, neked shotid van, igaz? Így van. Jó, akkor neked rá kell futni. Én hova meneküljek? Nekem nincsen, ott állnak még mindig szerintem. Akkor csak meneküljön. Na, csönd, figyeljünk. Mennyien vannak. Mennyien? Nincs neki. Szállj ki. Nem kérdezünk, lövünk. Úgy belagoltam, hogy ez szar le, jó. Mi vagyunk azok? Sokkolóval lőnek, gecsi kiégek. Kezdeket fel nem csinál semmit. Rendben. Megpróbálod feléreszteni a barátunkat, jó? Megteszel mindent. Borzasztó, hogy gyorsan csináld, jó? Válaszolhatok a rádióra? Mire? Nem, csináld, azonnal csináld. Nem kell segítség, mert tudod oldani, nem? Orvosi diplomád van. Jó, csak én még kezdő vagyok. De semmi baj, oldjuk meg. Nem probléma, csináljad. Siess már. Hát ez meg hogy lagom? Ne sietessük, mert valamit el fog baszni. Igen. Nyugi, senkit nem lövünk, csak rád. Magad túszunk volt. Igen. Nem baj, nyugalom, békén hagyunk téged, jó? B. B. Jó, nem érdekel, benne van a golyó, majd elmegyünk és kioperáltatjuk, csak... Csak álljen fel. Olyan helyzetet csinálni, hogy tudjon járni és be tudjon ülni a kocsiba. Rendben van, akkor több nem kell nekünk. És adok neki egy erős fájdalomcsillapítót. B. Igen? Ott van a túsz. Jó, nem öljük meg, csak rendőr tudunk. Ja, nem azért mondom, és ha valaki jön kötéket, aki jön ide ebbe a sávba, azt is megöljük. Nem úgy kiszedtem hármat, mint a szart srácok, két egybolyós fejes. Két egybolyós fejes, olyat kapott be, de borult, mint a zsák. Nem azért, de úgyra meg a kezem. Nem kell, akkor csap rá a farkamra. Muszáj hívjak egy kollégát, mivel nincs nálam az a felszereltség, amivel el tudom látni. Jó, akkor egy kollégát. Jöjjön ki a helyszínre, elfogyott az első. Ez egy kurva gáz, bassza meg. Nem baj. Rendben, itt vannak a rablók, és rápolták a fegyvert, nem engedik engedélyt, jöjjön. Ha nem jönnek, akkor már önik meg. Küldök hívást, küldök a fordít. Na, nyugi. Jó, ennek a nagy dögnek azért ellőttem a kerekét. Minél többet hozzá nekem is. Kap 2 percet, hogy ide érjen, közel van rendben. A állomás. Gyere minél gyorsabban. A rendőröktől nem lehet elvenni a fegyvert? Nem is lehet, jó. Inkább jár, gyere gyorsan, 2 percet van ide érni. Hogy érzed, mennyi időmig még elvérzel, papi? Figyelj, B! Addig igazából kinyitom a sebet. Küldtem ide, gyere azt. Telefonál, de nem tudom, hogy siessen már. Akkor meg. A mentősökhöz küldtem. Ne, ne old meg. Hát kinek hívjon? A rendőrséget megöltük, az összeset. Nincs kit hívjon. A rendőrséget nem tudja. Csak mondom. Egy kérdés. Taxisn előtt, abban a sávban előtt. Ha ebben a sávban jön, akkor megöljük. Csak akkor. A rendőrkocsikkal nem lehet arrébb állni, hogy eltorjaszoljuk az utat, ha jönne melyik kiszerősítő. Igen, ez jogos, állítsuk-e meg. Csak azt a sávban. A rendőrkocsikkal álljunk az utba. Álljunk el az utat. Nem tudok beszállni.
Elálljuk az utat, de rendben. Álljunk oda. Két golyón van, bassza meg. Na most már jó. Hú, de kibaszott mód éltem ezt! Kurvára nem tudták, hogy jövünk, bazd meg. Hallod, úgy tarkon lőttem kettőt, azt sem tudtam, milyen bolygón van, bazd meg. Hallod, Norbert? 12-es bolt felé. Igen? Nem vettétek észre, az egyik rendőr tettette, hogy elájult. Igen? Melyik? Igen, ott tette. Gyere, megmutatom. Ez itt megfogta és lefeküdt. Ő itt tettette. Itt tettette. Nem, ő volt. Melyik? Ez itt hátul? Ez? Aki most állok. Így lefekült, azt hitte, hogy nem veszem észre, hogy ő nem is. Jó, nincs. Hát... Hát itt most már van vércsó. Ez... Nem baj, helyes. Azt tudom, hogy kettőt én úgy tarkon lőttem itt, meg a harmadikat szétdaráltam, hogy... Szerintem örült annak, hogy egyetlen felfogta a világot, hogy hol van. Szerintem több rendőr már nincs a városban. De ezt kibaszott mód éltem. Ez kurva. Lehet, hogy beteg vagyok, de ez kurvára éltem. Ó, baszki papi. Túl éli, uram? Túl tudja élni? Szerintem túl fogja élni, már itt be tudom várni, kivettem a lőszert. Jó, csak okay. Hozok varrókészletet. Oké. Nagyon kérlek, siess vagy tarkon lőlek. Ezt ilyen kultúráltam meg, várjam, annyira nem. Várjam, megyek alá. Hogy visszajöttünk, érted, baszki? Az összes zsarut kinyírtuk a faszba. Nem tudom, hogy hallasz-e egyáltalán. Na most arra koncentrálja, hogy ne halljál meg, jó? Zsebe... Igen, mondjad. Hogy ő ne jön ide, vagy nem tudom, mi volt a baja. Mert motelbe akart annyira. Jó, oké. Okay. Csirkeszállítóval fog jönni a zsé, ne lőjétek le. Ja, az ott mögöttünk? A túlsztatot elengedjük? Nem, itt marad. Azért kérdeztem, hogy elengedjük-e. Uram, hall engem? Adjak egy fájdalomcsillapítót? Igen. Rendben, hozom gyorsan. Jó, jönne. Kapott egy ütést. Nyugi papi, nem bántunk, csak kicsit bírt ki. Nem, csak... Adtam neki egy ütés, hogy ne elfelejtsem. Persze, egy kis... Jaj, jön rendőr! Jön a rendőr, itt! Lőd! Rendőr, dara! Lőd, gyerünk! Nagyon jók vagytok! De nem halt meg, faszomat az. Aj. Hét lőszerem maradt. Mit jön ide? Azzal a nagy döggel. Na, föl van már szedve a haver? Faszom. Nincsen. Ó, faszom! Nincs tisztetem, Óci. De... miért járkál első segélynél? Öt első segélyen volt, az a rendőröket szedtem el. Várjál, figyelj, akkor nem tudsz hívni admint, mert az a helyzet, hogy én 2 percen belül elvérzek és leárpészted azt, hogy állat. Igen. De... Várjál, hol van? Én írtam... Falkonnak... De gyere már gyorsan, 12-es volt, gyere gyorsan. Gyere a Mercivel, szerintem. Érdekes, hogy egy nagy mentőautóban nincsen csak 5 darab. De jó, de a mentős túléli, de 2 perc múlva el fog vérezni. Látom. Na, jön a helyszínen. Igen, és a Sotim is itt van szó. Rengeteg.
Egy perc múlva. Föl kéne szedni és újra lekill-lekill-elni. Srácok, valakitől tudnék kérni vagy tárat? Jön valami? Nem sajnos. De mentős, jó, mentős, ez mentős nyugi. Ja, Oké, megvan. Megvan. Akkor figyelj. Szedjen fel és azután ertézünk. Ha bár már le volt. De... A már... Szedd be gyorsan. Szedd be minél gyorsabban. Jó. Siessen. Kapkod a valagadat. Itt vagyok. Kollega, adom neked a cuccokat és akkor hozok még, jó? Rendben. Igen. Nem, elmenekült, de ha visszajön, daráljuk meg a cső. B, nálad 2 cucc van, igaz? Menj az ikus szinten. Jó, elmenekültek. Menj, ja, tajt számol. Próbáljuk. 153. Okay. Tessék, hozzak még, jó? Hozhatok még? Hozhatok még? Mennyi volt nálam? Átadtam neki. Hozhatok még? Na mondjad, papi. Sziasztok. Még mindig itt vagyunk, mindjárt fölkeltjük est. Ágom, nem tudtam, de kérnék jönni? Esetleg. Micsoda? Nem igazán befutatni a kanyarba mellettetek. Jó, oké, rendben. Hát, ti próbáljátok meg eltűnni, jó? Szerintem. Azon voltam, csak a srác vissza akart minket vinni a faszopó Mercedes-ben, hogy ott vagytok, az 3 rendőrautó ott áll. Igen. De, ja, ti elmenekültetek? Ja. Jó, mi visszajöttünk és szétlőttünk mindenkit. Ugyanitt vagyunk. Igen. Gyertek ide, hogyha ha van fegyvertek, akkor gyertek ide. Jó, megyünk. Illetve akkor... odaadom önnek a sokkolót, mert nekem nincsen szükségem rá. Jó, skacok, nem tudom kinek van kocsia, de ebbe a bedut szálljunk be. Majd a rendőrnek adja le. Rendben, köszönöm. Nem, egy ember nem fog beférni. Jó, akkor menjetek. Valaki. De ne, valamit vidd el a mentős kocsit, vagy nem tudom. Jó. Az a... aminek nincs baja. De az füstöl, bozd meg, ki ne szállj már. Elviszi a mentős kocsit, gyere már, geci a Isten pofán. Szebéket, vegyétek fel! Ó, bazd meg. Na, elmentünk, el tudtunk tűnni, úgyhogy rohadtul húzatok el a városból, és öltözöttek át, mert minden. Válunk csak. Hova mész? Átöltözni! Jó. Bújjatok el, ahova csak tudtok. Nem tudok telefonálni, mert egyedül vezetek. Basza. Szóljál már. Na baszd! Ez really? De nem érdekel a telefon, hallod? Ilyen gyors az a szar. Na mondjad. Én vagyok Silent, akit felszedtek. Szia, igen. Figyelj, minél hamarabb cseréd le a kocsit. Már elengedtem a kocsit, le kell tennem, szia. Hova menjek? Jó, a kaszinó melletti publik. Oké. És... kaszinó melletti. Hol a kaszinó melletti? Azaz. Hát és oda, hogy a faszomba menjek.
És oda, hogy a faszomba menjek el. 20 dollároshoz kéne mennem. Baszki, hogy bepakoljak a kocsiba. Oh, de várjál, a rendőrség az meg rohadt messze van onnan, mi? Hát, annyira nincs. Itt mennek mellettem amúgy az autóval. Az a legnagyobb para az egészben. Várjál, hát ha... Aha. Jó. Vonat az nincsen. Metró. Egy van. Van metró, jó kérdés, mi? Ha nincs, akkor én átfutok egy megállót, mert... Hát... Azért, na. Ennél jobb utat most itt hirtelen nyilván nem tudok. Jó, egyenesen kell mennem. Ez kurva gáz lesz, bazd meg, de én máshogy nem tudok elmenekülni. Mindegy, hát ez van. Az a baj, hogy annyira feltűnő az AK a hátamon. Hű, bazd meg. Na, hello. Velem most ne kalkuláljatok nagyon extrémen, én nem vagyok a metró aluljáróba is futok. Mert fel... Oda szándékozom a 20 dollároshoz, igen. Annyi, hogy a autóval én felborultam, és mivel a semmi közepén voltam, hogy így én gyalogolok a metró aluljáróba. Jól van, motelnél leszünk. Csöcsö. Oké, hello. Szerintem egy 2 perc vagy 3. Hello. Hát bazd meg, a gyors autónak a kurva nénikét, hallod? Előre kell mennem. Bassza meg. Nem vihettem volna el a mentőautót? Hát ez nem úgy volt mentőautó, ez nem ilyen rohamkocsi volt. Vagy az nagy para? Hát akkor bocsi, vagy nem tudom. Csibe, én nem dobom el az AK-t, mert az AK egymagába 30 ezeret ér. Most ne jöjjön senki. Baszd meg. Faszomat már ezekbe a hangokba, baszd meg. Várjatok, hova kell menni? Oda, itt balra, igen, S betűt kell mennem.
Hú, gec. Merre vagytok már? Már autót cseréltetek meg? Autók, autócsere már minden megvolt? Igen. Itt vagyok, Dolcs is. Oké, okay, akkor ki tudtak értem jönni kocsival? Két utcára vagyok, csak nagyon-nagyon utcán kéne rohangálnom egy AK-val a hátamon. Jó, igen, megyünk. Jó, akkor ezt a számot gyorsan lementjük. 52-91. Jó, ez egy új szám. Bazd meg, nem veszem föl. Na, csak hogy elküldjem a tucot. 496, kötőjel, 52-91. Ó, Istenem, egy gyűlölöm ezt a 800 000 gombot. Oké, üzenet új, adja meg a számot. 496, kötőjel, 5-2-9-1. Ott a GPS koordinátám. Akkor én is csinálok AK-t, basszeg, hallod. Gyerekek, dolgit. Hallod? Én olyan szinten végre rohantam egy metró megállót, mint a picsa. Jaj, basszeg, hallod? Egyszer lőttek izé, valahol has körül. Aztán háromszor lábom, basszeg. Egyik lábamat háromszor meglőtték a faszomba. Meg a mentős amúgy rám baszott egy csekket, csak úgy szólok. Ezt nem mondod? De hát, mindjárt mennyit? Mondom. Azt mondja 1500-at. A kurva száját. Na szaladjál! Mert nem hagyjuk a szállást. 5000. Na háj! Rendőrök miatt mentem. Három rendőrt öltem. De srácok, az a történet, hogy ugye én leg... Hát ezt eddig úgy néz ki, megúsztuk, srácok. Tick. Fegyver leadva. Ezen felül pedig... Ilyen 20 perc alatt megöltünk 11 rendőrt körülbelül? No, nem tudom, nagyon sokat. Nagyon sokat. Több, mint valószínű. Hát csak én öltem ott. Hát én meg hármat. Szerintem én egyet. 9. Én is egyet. 10. Én belagoltam, én nem láttam semmit. A tikkel a szemed? Tikkelt a szemed, jó. Tikkel bazd meg, és már nagyon kivan tőle a faszom amúgy. Nézzes meg magad, jó, ez nem jó. Jó, szerintem amúgy már csillapodjunk le, én azt mondom, hogy... Mára csillapodjunk le szerintem, mert ezek kicsit volt már. Én amondó vagyok, most van egy... Mindenféle jó. Uram, én veletek vagyok veletek. Ja, ez az, te öltöz már, bazd. De nem tudok, elbugolt ruhám, OC. A következő a lényeg. Ja, sziasztok. Hányan voltunk ott, Bótra, lásson kezed fel. Mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-an voltunk ott. 40 000 van most összvisz. Akkor azt elosszuk. Jó? Jó. Na én ebből hátra is. Annyi jött ki ebből a körből? Hát ez 5000 fejenként. Összesen. Így az összes egész piszkos pénz. 5000 fejenként. Osszuk el most, vagy gyűjtögessük még. Hát én speciál örülnék, ha most szét lenne, mert elég elmegy. Én is kraftoláshoz. Jó. Én is, már nekem csinálunk innen rengeteg tárat. Jó, akkor ti maradjatok itt, Black, gyere velem. Én meg tudom előlegezni, és utána... Nem. Majd kimosod, és nekem odaadod, jó? De gyere már te is. De jó, itt a kocsim. Gyorsan kimossuk, az kész. Ti maradjatok itt addig. Jó. Hát látod, ezek jó. Kinek kell? Norbinak? Ticinek. Tehát, hogy mindenkinek? Kell mindenkinek, ja. Neki egyedül, nem, aztán annyi. Ő nem volt ott az énem. Én most jöttem. Akkor 30 000, jó? Oké. Okay. Valaki jön már velem. Miért? Mi van? Okay. Mindjárt megkapod a háromadat. Jaj, de jó. Meg a kettőmet, ugye? Mi van? Meg a kettőmet, mondom, Zsolti. Ja? Milyen Zsolti?
Norbi tartozik neked. Hát én már most mondtam, hogy izé, pipa. Mit mivel? A kurva piszos bizniszemben benne van 7000 dollár. Mi is az enyém, nem? Hát de neked is, ezért mondom, hogy nem én tartozom neked, bazzak, hanem a kopasz. Jó van. Így kapod vissza legközelebb a 400-adat. Srácok, mit sírasszátok a cseten? Nagyon bének voltak a rendőrök is, mert mi is milyen amatőrök vagyunk. Hát bocsássatok meg, sorry guys. Ez biztos. Viszont nekem el kell mennem öltöző. Valaki mondja már majd meg OC a ruhaszámokat. Jó, oké. Majd mindjárt. Na, hallod-e? Itt pár percen belül egy mentő fog érkezni. Hogyha ide jön, akkor küldjétek el, vagy valami, nem tudom. Fizosztás. Azért egy fokkal jobb, mint mondjuk a favágó meló, nem? Hát izgibb. Pontosan. Így van. Tényleg a múltkori bolt rámolásról mennyi jött a végül? Azt nem tudom, hogy nem voltam ott. Valaki ott volt? Melyik a Jazzkisnél amúgy? Hármas. Ja, te nem voltam. De ma? Igen, hát az a kékekkel volt, nem? Volt egy kékes közé. A kékeket csak Silence hívta, mert elvitték az UFO-k a menekítő kocsikat. Ők a legvégén értek oda, jajjaj. Ma is volt egy hármas bolt. Rakpartról. Összeszedtek minket, aztán... Miért nem szóltatok, hogy ilyen redvás a fejem? Baszki. Az viszont nagyon sima volt. Nagyon a délelőttére nem jött ki senki, ide meg kijött az egész kapitány senki. Bepótolták. Hát bepótolták, baszki. Az előző adagot. Hát közelebb is volt azért. De mi is bepótoltuk. Ja. Csöcsö. Dumar. Figyú, állj meg, állj meg. Állj meg. Csoki. Most mi a fasz van? Nem tudom mennyi nem idő, mire ki lesz mosva. Legyetek együtt, és akkor valamelyik majd Norbit, majd felhívom meg, nem tudom, kinek van meg a száma. Vagy ha nincs dolgotok, akkor várjátok meg, nem tudom mennyi idő ez amúgy. Én nem megyek a kocsi mellett. Majd valamelyik nekem kérlek. Akkor menjünk találkoz. El. Figyelj. Jó. Black. Várj. Igen. Nekem mennem kell a városból, nekem majd később ad meg, jó? Odaadom. Jó, oké, jó, később odaadom. Jó, köszönöm. Oké. Nem para. Jaj. Jó, oké, ha nincs dolgotok, várjatok meg. Na jó van. Én is lelépek egy kicsit, Norbi. Megpróbálom ezt a tikkelést megcsinálni, de jövök majd. Te még leszel ma, vagy ma mész aludni? Nem, Norbi. Majd lehetséges, hogy leszek, sőt. Majd lehet. Lehet, jó. Nem 100, de lehet. Jó, oké. Hello. Melyik? Hello. Csöcsö. Na jó van, Zsolti, mentem én is, vigyázz magadra. Én is most egy kicsit a szememmel megpróbálok valamit csinálni. Jó, oké, rendben. Üdvettek srácok, hát köszönjük szépen a munkát. Oké. Csöcsö. Hol a izé szebb? Vagy várjál? Ott a szemennyivel. Hoppá, az ott. Elhúnyt. Bazd meg! Úristen, hát ez mi volt? Ez mi volt? Borzasztó mód éltem. Ezt borzasztó mód éltem, srácok. Ez nagyon-nagyon tetszett. Ezt remélem, hogy nektek is tetszett, mert mondjuk, hogy abból indulok, hogy majdnem, hogy ezeren vagyunk végig. Nagyon-nagyon kemény. Úristen, ha a mai nap eléred, akkor hadd gratuljak, én az első gratulál 100 000 követőhöz. Nagyon szépen köszönöm, Teó. Még nem tudom, hogy ott tartok-e vagy sem, de azt tudom, hogy 99 000 valamennyien vagyunk majd a Twitch-en. Ez nagyon kemény volt. Ebből nagyon brutális videó lesz. Viszont srácok, mivel 61 000 fokos a processzorom, így videókártyáról streamelek, aminek köszönhetően csúnyább is a kép, mint a Vodon majd, mint pedig az élőadásban, illetve hát így nem nagyon tudok videót vágni, mert amint elindítanám a videó összerakását, összeszarnám magát a gép, mert ugye az terheli, mint a picsa. Úgyhogy, így egy kicsikét a videók gyártása tolódni kényszerül, sajnos, de ezt remélem meg tudom majd adani a jövő héten.
By the way, srácok, ez borzasztó jó volt. Remélem, hogy nem sokára találkozunk. Remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Én nagyon szépen köszönöm, srácok, a szurkolásokat, a donéteket, a szubokat, mindenféle egyéb dolgot, és legfőképpen azt, hogy itt voltatok, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Nem sokára találkozunk újra. Kövessetek be, kérek szépen, illetve gyertek föl a Discordra, felkiáltójel Discord, mert akkor, hogy nem maradtok le tuti ziher semmilyen értesítésről. Na, vigyázzatok magatokra mindenkinek, pacskendári, pusszendári, meg mindenféle egyéb. Giga nagy nyúlvány nektek. Császtok, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!